Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, és folytassuk Crusader Kings 3 álmosos leszpőri sorozatot ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Kicsit megijedtem, mert ö, azt az információt kaptam, hogy wefissült az egyik mod, amit használunk, ez itt. Ez a fő mod gyakorlatilag, ami így átrakítja a dolgokat, és, ö, és emiatt nem, nem tölt több, be nem többet a játék. És ezért nem szeretek modokat használni feltétlenül, mert ennek nagyon nagy az veszély és az esélye, hogy ez történik. Úgyhogy, de szerencsére nekem betöltött, viszont arra készíthetek fel, hogy ez a sorozat bármikor véget érhet ilyen technikai okokból. Ugye a László Legendájánál volt már egyszer ilyen para, amikor egy nézői segítséggel sikerült a sírból visszahozni azt. Most, hogy ennél valószínűleg nem sikerülne ugyanez, amennyiben tényleg oda jutunk, hogy, hogy valamiért egyszerűen nem működik. Ha nem működik, nem működik, tehát... Ez sajnos így van. Na van, hát folytatjuk a Let's és az van, hogy éppen a rédelik a területemet, el. aki nem a riválisom, de akár lehetne is, mert nagyon kezd ki lenni vele a bajom. A Sára a riválisom, ugye a lányom, aki a... akiről kiderült, hogy eléggé sorozatgyilkos tendenciákat mutat. Van most plusz egy földem, de egyenlőre... Egyenlőre nem ad nekem semmi büntetést. Viszont nagyon kevés a, a seregem, mindössze ezer 1500 még, ha felvisszük max akkor is. Pénzből van sok, de nem fogok azért felvenni a világ összes mörkét, hogy elüldözze minden ezt a, ezt a dúdot. Hát a kiszedi csongrádot kiszedi, Istenem. És közben amúgy én is el tudnék kezdeni rédelgetni, például őt. Ungvárt őt. Most, most nyertem meg a háborút vele szemben, Bereget foglaltam el, illetve Beregszázvárát, várát. Vagy uh, olt élni a valaki, uh, amitől azért lenne jó, hogyha ide mennénk rédelni, mert ezek gyenge területek, és igaz, hogy nincsen pénz. Ja, nincsen pénz, szóval azért mégsem annyira éri meg. De hogy a gondoltam, de a Prestisz ugye ugyanannyi, ugyanannyi, mint a pénz. Tehát, végül uh, is megnézhetjük. Az előbb már megnéztem, tudom, hogy az előző rész végén már egyszer megnéztük, hogy pontosan mennyi jönne be ezekből a területekből. Mondjuk itt, hogyha a bolgárokat rédelném, akik amúgy nagyon sokan vannak, akkor ez már tíz aranyat adna, de sajnos ez nem tűnik opciónak itt uh, neked. 5500 embered van. Csodálatos lesz, hogyha nem fog valaki rám támadni um, és, és megenni reggelire. Vannak szövetségeseim, szerencsére, bár nem sok, konkrétan egy és annak is összesen 400 katonája van. Nagyon jó, ideje szövetségeseket keresni. Sára már ki van házasítva, az már nem az én problémám. A fiamnak van egy, a, a trónörökösömnek van egy fi, lánya, nem, van egy felesége, meg van két lánya, azt hiszem. Emese és Edith, igen. Aztán a második trónörökösömnek szintén van egy felesége. Diószegi is ő meghalt, itt van még Szilveszter, Szilveszternek nincsen senkie. Na lássuk, hogy tudunk-e találni valami jó szövetségest. Svédország például a svéd király, de neki most eléggé alacsonyan van a serege. annak viszont magasan. 57 éves a király maga, és uh, rossz az egészsége. Lehet, hogy a szövetség nem tartana sokáig, az a baj. Mazúvi 1500 emberrel, 38 éves, közel is van viszonylag. Tehát én szerintem akkor legyen ez. Hozzáadjuk Jolántát a fiamhoz, és akkor Hát, ha ebből ö, lesz egy, egy olyan szövetség, ami akár meg is tud védeni. És akkor itt van még Zoltán. Zoltánnak is jöhetne valaki. Northman Army. Nem a Northman army -t. Nem, köszönöm, nem. Luzácia. Lehet, hogy megpróbáljuk megcsinálni ezt a jélandi szövetséget. Mert, ö, hogyha meg is halna a bácsi. Nagyon fiatal még a, a Zoltán, szóval simán felbonthatjuk a házasságot. És... Megpróbálhatjuk utána még egyszer elpasszolni a gyereket. Na, megnézem megint itt a rédelhető területeket. Erre nagyon jó lenne egy térképmód egyébként. Mert ez nem egy túl effektív. Amit most csinálok. Azért nagyon, nagyon bátor, nem bátor, hanem gazdag területek vannak. Mondjuk baranya. Hát tudnék menni baranyába rédelni. Nem tudom, ő elkapna-e. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy megpróbálná. De nem kéne húzogatni a bajszát, az a helyzet. Hát itt nézzétek, milyen ilyen nullás, meg kettes területek vannak, szóval egyszerűen nem éri meg. Itt van egy kilences, buzau. És ha innen jövök, oda be le tudok ereszkedni. Hát, elég durva kezsőltjeim vannak, szóval nem, nem. Egyszerűen száz embert elveszteni egy 1100-as senekben, az, az, az luxus. Jó létrejöttek a szövetségek, jár, bakszeggel és High Chieftain Borziszlávval. És akkor most nem is tudom, hogy tudnánk amúgy a hatalmamat növelni. Igen, Csongrádat kirédelték, hál' Istennek. És most itt végigmegy az én területeimben tök jó. Tehát, öm, Azt mondtam, hogy a presztízssel meg kéne várni, a presztízs növekedéssel, Olténia a megtámadását például. Mert akkor az egészet el tudnánk venni egyben. Ó, oh, majdnem az egészet. Hát két részletben, de várj, ha úgyis két részletben vesszük el, akkor akár megpróbálhatjuk Polov Ragit elfogalni most. Hiszen az önmagában egy dacsi. De az milyen dacsihoz tartozik? Ja, 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 a... Um, alpok. Hát erdélyi... Kárpátok? Dél-kárpátok? Nem tudom, hogy nevezzük el ezt a környéket. Ugyanez a helyzet vele. Tehát itt is a dacsi az, az egy területet jelent kampulungot, tehát ezeket most, és Kalarászival is így van, tehát ezeket simán megtámogathatjuk most ezekért a, ezért a amit ami itt van délem, ezért a hercegségért itt a Transylvanian Alps hercegségért. Kicsit bővítjük itt a területeinket. Neki van egy szövetségese, de az sem, ja, a vazalusa. Jó, akkor kezdjük havasal földel. mert ő nagyon gyenge. 159 emberre van, és kampulungot fogjuk elkérni ebben a háborúban. Muszáj növelni a területeimet, mert egyszerűen nagyon alacsony most a, a seregeim száma. És az a területhez kötött valamennyire. Oh shit! Nem mondod? Behívta a Holy order -t. Hát ez remek. Mikor lesz a csata? 9 nap múlva. Azért, feláll a seregem és én fogok védekezni a hegyekben. Tehát még akár jó is elsülhet. Én akarom irányítani a csatát. És azt mondja, hogy nyerni fogunk. Na erre kíváncsi leszek. És be van lokkolva, azt hiszem most már. Igen, be van lokkolva, nem tud visszavonulni. Én védekezek a hegyekben, a, a seregem... Oké, okay, és ja, ezt ez, hogyan be tudta hívni a Holy ez nagyon rossz volt. Ez nagyon, nagyon problémás. De akár még nyerhetünk is. Törcsvári csata. És egyenlőre nagyon jól indul, nagyon rossz számokkal indulunk, de nagyon jól halad az a csíkot középen. Amíg nem esnek el lovagjaim, addig szerintem rendben leszek. És most fogjuk nagyjából megfordítani a csatát. A Törcsvári csata... Ó, és megint előfordult az, ami az apánkkal, hogy... Uh, count levágták. Levágták Count a, a ne, a hordlovagot És uh, Apollonius volt. És most nekironthatok, ugye, ahogy apánk is tette. És hát én, mi nem tanulunk semmiből, úgyhogy nekirontok, és lássuk, mi lesz ennek az eredménye hogy ne kirontok? Aspiring Blade Master lettem, mert megbosszultam a Csaba gyilkosát, Apollonios levágtam. Kaptam 250 Prestige-et, ez nagyon jó. Apollonios meghalt és Aspiring Blade Master rangra jutottam. Maga egyébként itt van a, a Havasalföldi király is. Közben Bodrogot is kirédelték sajnos. Jó, ez kicsit ijesztő volt, lássuk be de sikerült, ha uh, hát nem is jó taktikával, de óriási szerencsével megnyerni ezt a, ezt a csatát. És uh, az függetlenül lehet, hogy fel kell majd vennem. Iron Flayer nevet kaptam. What? Miért? Kaptam egy olyan, olyan uh, nevet, nickname, hogy Iron Flayer. Szóval azt akartam mondani, hogy uh, mindenképpen szerintem fel kell vennünk segítséget amellett, hogy például behívok újabb lovagokat az udvaromba, de most én fogok ostromolni a hegyekben, hát ott nem fog segíteni rajtam az, hogy, az, hogy ők, ők támadnak, mert hogy akkor én fogok támadni. De nem túl nagy seregek ezek, és nem hiszem, hogy elegek lesznek, de például ez a 891-es, Koni van benne, ez Brioni, Spearman-e, Palace Guards és Bowman. Na most nekem ugye hegyekben védekezem, tehát például egy Bowman az tökre jó. Meg a Spearman is teljesen jó. Csak konik nem annyira jól működnek. van -e olyan, ami hasonló ehhez, csak nincsen benne koni, Mondjuk ti? Armored Footman, amire ugye nem kap sehol penölt itt a terénre. Ez erdő domb. Ez semmi, és ez pedig domb és hegy. Na ilyen kéne nekem, csak Spillman-nel. Ja Istenem, na várjál, itt van egy Wigman. Aki jó hegyekben, itt van a Spielmann, aki jó hegyekben, és itt van egy Zbrojni, aki a dombokon erdőkben jobb inkább. Hm. Jó kérdés, melyik legyen. Ugye az is számít, hogy mekkora a mérete. Azt hiszem, működt fogom választani. A Company of the School kapot. 585 tehát elég sok pénzt elvisz, viszont ha ügyes vagyok, akkor fel tudom őket használni uh, egy másik háborúban is. Ne oda gyertek, mert itt lesz a gyülekezés, és akkor remélem, hogy itt um, fel tudjuk használni erre, meg mondjuk az olténi háborúra. Hiszen utána megyünk Olténiába is. Jó, most én értem, hogy 5 hónap, de miért is? Mindegy, akkor 5 hónap, uh, besegítek itt az ostromba, de amúgy teljesen fölöslegesen. Lépj csak, visszanyugodtam, nem kell sietni. Jó, mert eddig a szoktam, mivel most elég sok csatát fogok vívni, azért menjünk. Friendly Fate-től 10-5%. Bár lehet, hogy a Bellum Justum jobb lett volna, az mit is ad? Few Champions még mindig. Közben beívtak egy háborúba, Mazovia behívott egy háborúba, amit szerintem meg tud elni, úgyhogy simán elfogadom. Nem kell a balhé. Szóval a Bellum Justum ad Belli 50 de igazából nem ott van a probléma, hogy a Kassus Belli az túl drága lenne, hanem azt, hogy egyszerűen nem vagyok azon a Prestige szinten, hogy tudjam, be tudjam adni ezt a Kassus Bellit. Az, amire igazán, az, ami igazán jó lenne. Jó, úgy döntött, hogy nem támad, hanem valószínűleg megy és megpróbál, nem tudom, bácsba menni, vagy, vagy akár egyenesen hevesbe, bár ahhoz nagyon körbe kéne menni, de, de lehetséges tehát. Simán benne van a pakliban. Meg tudok hívni szövetségeseket, de annyira nem fontos. És itt szépen haladok az ostrommal. Ez a fővárosa. És a vorgol. Tehát ha ez megvan, akkor gyakorlatilag készen vagyunk. És aztán mehetünk is addig, amíg állnak a seregek ezekhez a területekhez. Pont megtámadtam az egyetlen ortodoxot egyébként. Nagyon zseniális ott lett volt tőlem. Ezt az egyet nem figyeltem. Meghalt Ábel a tanácsomban, ő a táltosom volt, de Gergely az új táltosom is kedve, csak ő nem túl okos, és ráadásul elég beteg. Beteges. Úgy értem, hogy ilyen. Infirm. Konkrétan. A kancelláromat lecserélhetném, csak őt nem szeretem. Gyukman azt. Őt, 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 nem szeretjük. Ő nem a barátunk. Na hol fog kiukadni itt ez a sereg? Na de visszatérve erre, hogy fel tudta bérelni a Szentrendet, az ortodox Szentrendet. Ez a másik kettő, ez Szlovenszkian, tehát vanek valószínűleg nincsen semmifajta Szentrendjük, ami miatt aggódni kéne, de én megtaláltam azt, akinek van. Szóval éljem. Ezt most elfoglaljuk, és hazavisszük azt, akit elkaptam, és aztán pedig folytatjuk az ostromot, és hát Visegrádot kezdte el ostromolni, viszont 5 évet ír neki, hogy az 5 évig el fog tartani ez a projekt, 2018, igen, ez a nagy sereg. Ostromtábornokom nincs amúgy. De van, fogarasi. Pontosabban Lev. Fogarasi Lev, nem tudom mi a pontos neve. Karipivin. Karipivin Lev az, aki nem ostromot. Most akkor megyünk Trigovisszét is megostromoljuk, mert miért ne? Converted culture. Hoppá, Tuznik más kultúrájú lett. Felvette a magyar kultúrát. Hát micsoda nagyszerű ember ez. Kaptam 80 forintot a Stewart-től, az tök jó. Ez nem mindig 5 év? Már csak 4 év? Eh? Hogy szalad az idő, ha jól szórakozik az ember? Ez viszont 7 hónap, tehát elvileg nekem nyernem kell itt, és ö, ez az ostrom már, én azt mondanám, hogy legyen elég ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni az egész háborút, és mehessek se olténiába? Valószínűleg olténiába? Vagy inkább ide? Kalarassi, melyik az erősebb? Hát mind a kettő baromi gyenge. Akár még a kettőt egyszer is megcsinálhatom. Meghalt Gergely, nem volt sok ég a táltosom. És új táltos van Luca, aki szintén kedvel, és még ő az előzőnél is is butább. Hát ez remek. Miért ilyen buták a táltosai? Én úgy lehetom cserélni a táltost. Egy másik Andrásra. Hm. Nem, köszönöm. Az érdekel van-e valaki a börtönben, és hát vannak, de pénzért nem lehet őket kiváltani. Dox Bolgerszkó és Balambár kazarig. Vajtok, nem akartuk csatlakozni amúgy a bandához? Mert hogy nekem szükségem lenne újabb lovagokra. Mennyire vagy jó lovag? Neked van egy csomó klémed. Oh, van egy csomó klémed? Ha! És nagyon rossz lovagnak, meg beteg is, ő már nem fogja sok húzni, viszont Balambar egész, egész ígéretes. Ki jöhet, hogyha. Ah, nem akar konverzálódni, mert zélóta. Oké, okay, akkor csak csatlakozz hozzám. Sajnos volt, tehát bosszú álló, de remélem, hogy nem fog megölni. És ha ügyes lesz, akkor kap tőlem földet. Most ő beállt lovagnak? Balambar itt is van, jó. Balambar is csatlakozik a bandához. 68% Itt neki még van hátra 3 év, és a másik háború viszont rosszul áll. Mazovia-Kelmonian Subjugation War Ugye az én szövetségesem indult el, hogy megszerezze Kemnót tőle, és nagyon kéteséges a háború. Lehet, hogy nekem oda kéne mennem segíteni. Főleg, mert itt van egy sereg, ami igazából nem csinál semmit. Ó, oh, de jó, hogy megtámadtak. Szóval Great Morávia megtámadott 3800 ember, 7300 emberrel, és a cél Visegrád. Visegrád akar vinni. Ez rossz hír. Ez nagyon-nagyon-nagyon rossz hír. Közben megvan Trigovista, és most ki fogom fosztani, mert hogy kell az a 30 arany. Lezárjuk a háborút. Jó. És 1900 emberrel kéne nekem most megvédenem, 7000 ember ellenében. Hol is van? Itt, 3800, lehet, hogy a, szöv... a szövetségesed... Balaton a szövetségesed. Biztos, hogy behívta Balatont, 100% Hát igen, ez, ez nagy probléma, mert uh, ugye Balaton is erős, meg a Great Moráv is erős, most én is beivom az összes szövetségesemet. Ha be tudnám... Hol vannak a szövetségeseim? A mondható, is elt eltűnt az opció. Svédország? Nem, Irlanda a szövetségesem. Call to war. Jó, gyertek segíteni, plash. Ez 3000 ember. Uh, nem tudom, most eltűnöttem minden azt, azt, hogy behívni a szövetségeseket. És szerintem innen is eltűnt. Valamiért. Nem látom, lehet, hogy csak én vagyok vak. De egyszerűen nem látom, nem látom, hogy látnom kéne. Úgyhogy most akkor próbálok visszaemlékezni kik a szövetségeseim. Ugye Mazóvia nem fog tudni segíteni. Uh, Jilland a szövetségesem. Terebovl 300 emberre. De hát nyilván értitek, most minden számít. Úgyhogy őt is behívjuk. Más szövetségesem szerintem nincs. Vagy amúgy miért nem itt nézem? De buta vagyok. Terebovl, igen, Jilland és Mazóvia. Oké, hát akkor um, próbáljuk meg megvédeni Visegrádot. Az a baj, hogy még így is nagyon sokan vannak körülöttem, akik uh, szintén be tudnának jönni. Na előjött megint ez a cucc. De hogy ezeket most hívtam be. Jó, hogy a másik háborúba is be tudnám hívni. Vagy nem, nincs másik háború. Akkor... Nem tudom most miért jött elő. Na mindegy, uh, közben átadom a kancellári tisztséget um, tacsonynak, nem tudom, hogy kéne ejteni ezt a borzasztó nevet. És most veszitek aktívan ember állományt, mert túl sok a földem, úgyhogy ezt kiadjuk. Van lovagom, aki most nincs földes. Regal Bearing, Csaba. Hát, te nagyszerű embernek tűnsz. De inkább most György fogja megkapni méghozzá. Lobon György, jó. Egervári György. Valamiért ezt a nevet. Kapta, Éjcsatlakozott Balaton sajnos a háborúba. 5300 vs. 7400. Arra van esélyünk, hogyha meggyilkoljuk valamelyiket, akkor lesznek problémái, de úgy látom, hogy alapvetően nem. És alapvetően nem is tudom meggyilkolni. Ha meghalna ez a bácsi, kocselov Balaton, az segítene. De nem úgy tűnik, hogy ő meg akar halni egy hamar. Na jó, hát Visegrad egyébként farmland, szóval nem a legjobb védhető. És igazából egyik várom sem túl védhető helyen van. Ez a Songrádi vár, igen, mert erdőben. A többi mind az puszta közepén csak így ácsorog, mintha nem lenne holnap. És nem szabad elfelejteni, hogy nem sokára hazamennek a vitézek. Hazamennek a, a mörkök, sajnos. Na jött az utánpótlás, ha én irányítom a sereget, akkor talán nyerhetünk? Mit mondasz? 13-as tábornok, 15-ös tábornok. Ha én irányítom a sereget, és ők besegítenek, akkor talán nyerhetünk. Bár ezt úgy hozza ilyen nagyon kétesélyesre, hogy ezekről még nem is számol. De muszáj vagyok. A folyó átkérés azt hiszem most nem fog számítani. Jó, elkezdtük a csatát, és nem segít be neki! Nem, nem reinforce -ol. Közben kikapott a, a szövetségesem. Most reinforszol. Későn indult meg a reinforcement, de lehet, hogy is elég lesz. A, éppen, hogy de kikaptunk, és erről beszéltem. Hogy most mindenki meg az anyja is rám támadhat. Most éppen Szlavónia jön bácsért. Jó, ki nincs még ah, <laughs> Mindenki ki van elosítva, basszus. És ezt a csatát megnyertük volna még, talán, talán, de nem nyerjük meg. Várj, miért nem én irányítom a sereget? Basszus, én egyértelműen azt mondtam, hogy én akarom irányítani, és ezen fog elmenni. Hogy nem én irányítom. Egy 20-as tábornokot rakott oda. Tarkacus meg is halt. Ő a második fiam volt. Ezért a Confider Trade-et fogom megkapni. De miért nem én nyitottam a szaróhat fucking sereget? Valaki ezt tudja? Jó, hát nyilván ők is 5000-rel érkeznek. Nemért nem értem, nem. Most nem alakult túl jól a dolog. Bán poppó csatlakozhat. Ez egy Hollywoodnak számítam, úgy. azért történik mindez, mert uh, Mert ők katolikusok, én meg tátosista vagyok. Sajnos. Hát ezt csúnyán kikaptunk. Nálunk meghalt. Uh, 1900 embernál a 2200, nem tudom miért nem irányítottam a sereget, emlékszem, hogy kijelöltem magam. A 100 os biztos, vagyok hogy az megtörtént. Can convert to attacking faith. Ha váltanék hitet, akkor... Uh, akkor megszűnne ez a háború. Uh, nem akarom felvenni a keresztényeket még. Még nem jött el az idő. Mi hogy gyorsan visszavegyem. Fú, gyerekek. Hát ez nem alakul jól, ez a, ez a állapotok. Nem alakulnak itt most jól. Négy új lovak csatlakozott be. Ja, az oda felment megverni. Ha elveszítem Visegrádot és Bácsot. Hát igaz, hogy most kinéz nekem, hogy itt tudok új területeket szerezni. És majd talán megbosszulni. Jó, tudjátok mit? Ezekért nincs értelme harcolni. Mármint nyilván van, rádért. De meg kell adnom magam, mind a két háborúban. Esélyem sincs nyerni ugyanis. És a másik háborúban... ...is meg kell adnom magam. 5400. Oké, okay, mi van, hogyha itt behívom a szövetségeseim? Mert bár úgy látszik, hogy a szövetségesek behívása abszolút kontraproduktív. Mert hogy elhozzák a a tábornokaikat, akik szarok konkrétan. Hogy alakul most a szám? 2500-1400, ja, mert őket. Ja, ez... Ez abszolút semmit nem ér. Várj, az egészet akarja vinni? Oh, fuck you! Az egészet vinni akarja, hát ez hihetetlen. Enemy ally joins war. 2700 vs 6200. Nem néz ki el az jól, túlságosan. Mit lehetne tenni ilyen esetben? Sok mindent nem egyébként. Meg én nem én irányítom, pedig 36-os vagyok. Ráadásul ezek rendesen kifosztják a területeket. Nem csak úgy mutatóban, nem rendesen kifosztják. 6 per van a hatalmam, valószínűleg ezért is ez egy kicsit visszafog. De hogyha Beregszászot most uradom valakinek, ó, még te is jössz. Steyer ország is csatlakozott. Még valaki szeretne csatlakozni ebből? a kiváló háborúba? Pravest plusz 3. Hát most nyomom fel a Pravest, hát ha az segít. De amúgy aktuálisan nem, mert a Marshall számolja. És még egy Balaton is külön megtámadott. Oké, okay, logikus, logikus. Hollywood for the country of Csongrád. Jó srácok, nem tudok mit tenni, muszáj vagyok felvenni a kereszténységet. Tehát, hogy szépen, szépen lemorzsolnak engem itt. Muszáj leszek felvenni a kereszténységet. Pedig én megpróbáltam hű maradni a gyökereimhez, de Erősebbek voltak a más gyökerek. Úgyhogy. Yay! Convert convertöttek a faith. Juhu Your sinful cost, come at a cost. Glory to God. At least I have Lazar to guide me. Hát Lá zicsi Lázár lett a. Ha várom, és akkor mind a két háború véget ért. Nagyon jó. Nagyszerű. Ez ugye nem segített volna ezen az morávi háborún mert ö, a moráviaiak ö, simak, sima, módon támadtak. Viszont most már lenne nekem holivor Kasszus csak ahhoz meg szükségem lenne jó sok Pietire. Elveszettem azt a Kasszus belét, amiért dolgoztam. Akkor viszont muszáj leszek elmenni, pilgrimálni. Ja, nézzük meg magunknak ezt a dolgot. Ezt a kereszténység dolgot. Miért van ez ennyire fel, felfújva? És amúgy így új, így új, szövetségeket is köthetek. King blahoslav megtámadhatnám. Ja, hát persze, hogy megtámadhatnám. Vár, és így felment... Hát egy kicsit megy fölfelé a seregeim mérete. Az tény. Közben Frankia elkép... Létrejött a Frankia birodalom. Na, ilyet csináltuk gyakran. mit szeretnénk, dedicated pilgrimage, persze, legyen az. És a pápaságot is legyőzte, a pápaság visszament ilyen nagyon picire. Negyedik István pápa, ennek valószínűleg nem örül. De a frankia óriási hódításokat csinál. Itt Lotharingia kiviszedett belőle pár területet, de amúgy, amúgy elképesztő, ami itt történik. Jaj, ne! Elvesztem! Remek. Na és várjál, hogy leszek én magyar? Mert én mindig magyar vagyok. És én szeretnék hangérián lenni. Mi erre a megoldás? Azt hittem, hogy ez egy decision el fog jönni, de annyira nem úgy tűnik. Na, megelkeztem Jeruzsálembe, kaptam egy a rakás piétát, és még mindig elég alacsonyan van a szint. És most jelenleg egy county sem tudok elfoglalni. Kivéve... Á, ah, nem, nem tudok elfoglani egy sem. Ja, hazaértem. Jó volt. Persze, nagyon tetszett. Örülök, hogy most már én is ilyen kis keresztény. Jó fej keresztény vagyok. Csak így minek. Várj, mi? Ugye rendes katolikus lettem. Nem pedig ortodox. Nézzük is meg. Igen. Szóval ez is a maga problémáival járt, mert az egész országom ortodox. De most azt hiszem nem dolgozik ő. Ö... Kezdjük már ezt. Várj, te hol abort, hol promótered a fétet? Ja, Csongrádban. Aha. Itt azért jóval lassabban megy ez a hittérítés, mint a Vanilában. Úgyhogy ö... még lehet, még egy váltás vár rám. Nem tudom. Most már bármit el tudok képzelni. Count Moimor of Visegrád ö... ajánlott és szövetséget. Mojmir, bocsánat, és ő az, aki, hál' Istennek, ő, ő van Visegrád, amit elraboltak tőlünk ezek az át, átkok. Már nincsen szövetsége Balatonnal, de az hogy? Hogy nincsen szövetsége Balatonnal? Hát ez tök furi. Nem probléma, csak furi. Na jó van. Ennyi volt ez a mai rész. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem mondom, hogy ez volt, ez volt a legdicsőségesebb időszakunk, de lesz majd jobb is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!